Inercia valahonnan. Sergio Leone, Roger GK, Le Mascarpone, Agency Bank, Madame Cindy, Mamma Humper, Emma Gamble. Fé című sorozatból megismert Blake Lively főszereplésével érkezik a héten a mozikba az Adeline csodálatos élete című romantikus dráma. Egyes, kettes, hármas, kapcsford! Itt van egy kis külön világom, ahol bármit meg tudok teremteni, és az csak az az enyém, és abban én el vagyok, ez a hájdövéjem. És van elvonási? Hogyha nem... Ha mondjuk elutazol, igen. Vagy nagyon... Igen, akkor hiányzik. Valahogy nehezen tudok pihenni igazából, akkor is már azon gondolkozom, amikor elutaztam, hogy akkor majd mi lesz itt a következő projekt, illetve hát mit lehet kitalálni. És mi barkácsolsz a lakásban? Itthon szoktam barkácsolni, amikor ilyen házi barkácsolni valók vannak, abban már, vagy szöget kell verni a falba, meg ilyesmi, abban már nem vagyok annyira jó, megcsinálom azt is, persze, de... Szóval könnyebben raksz össze egy... Persze, egy szintetizáltam, mint egy, persze, egy szöget a falba, persze. Igen, sajnos ez benne van a dologban. Ez micsoda? Hát ő a Manci. A véreskező Manci. A szőr rajta az a furilla, az egy teljesen másik történet. A kreativitásom valahogy így nem áll meg, amikor már megunom a zenecsinálást, ezért mindig valami kis vizuálba is gondolkozom. És ahogy jártam a Bolha piacra, elkezdtem venni ilyen kis bábukat, meg babákat, és kitaláltam, hogy csinálok egy horrorfilmet. Ő lett a főszereplő, mert ő már így magába is így elég jó vizuállal rendelkezik. Nagyon belefáradtam már ebbe a 15-20 percbe is. Izomlázam volt sokáig, és szellemileg is nagyon megviselt, mivel én csináltam a castingtól kezdve, megírtam a sztorit, lefilmeztem, világítottam, hát végül is mindent animáltam. Ez valami korabeli újságnak a maradványa. Nem szedtem ki, nem olvastam el, hogy mi van rajta, de ez a Manci okossága végül is ott benne. Sikerül? Ezek mind a Bolha piacról beszerzett kis műtyűrök. Glim lámpa, nem tudom, ismeritek-e, templomokba szokták használni. Ez az Iron Maiden, azaz a vasszűz. Erről kapta a zenekar a nevét. Ez egy kínzóeszköz. Ide betették a emberkét, és akkor ezt becsukták, akkor egy kicsit megszurkálta. Egy legyet megmérgez, az van a sztoriba, és ezt elküldi egy másik helyre, ahol van egy Szélar nevű tengerész, és akkor ott ez a légy mindenféle bajt csinál, akkor vágódik le a keze annak az embernek, aki itt van. Igazából egyedül szoktam csinálni a dolgaimat. Rendszeres ember vagyok, ragaszkodom a rendszeremhez olyan, mert 11-12 fele kerülök be itt, akkor lenyom 4-ig, aztán van egy családi rész, és akkor ilyen 8-9 fele megint csinálom éjfélig. Most belemutatok valamibe, ami titkos és nem publikus, ez az új felfedezettem, a kisebbik fiam munkásságát dicséri. Őt együtt írtuk a szöveget, meg a zenét, és körülbelül így szól. Az a címe, hogy a harc téren. Call me.
A legtöbbször én zavarba vagyok a színpadon, igazából nem nekem való, csak megtanultam már legyülni a lámpalázamat. Én előkészítem a dolgokat, meg megadom az image-t, meg a hangzást, meg mindent, de a prímet a koncerten azt a fiúk viszik el. Ezért vagyok én háttérben, és ez így is van jó. Voltam egyszer Bécsbe egy ilyen nagy lemezvásáron, és ott lehetett kapni ilyen bitlis-es lábtörlőket. És gondoltam, hogy beszerzek egyet, és akkor, amikor mezitláb vagyok, akkor a bitlisekből felszívnám az energiát, a bitlis energiát, és azt ki tudom közvetíteni, de sajnos nem volt annyi euróm, amennyi kellett hozzá, úgyhogy azóta is csak az okni maradt nekem. Elkezdtem gyűjteni a minél rosszabb bitlis feldolgozásokat. Na, a zenekarban nagy rajongói vannak, a basszusgitáros meg a gitáros, az mind a kettő hatalmas bitlises, és gyönyörűen játsszák a Blackbirdöt, meg ilyesmit, és így átérzem, de én azt szeretem igazából, amikor DJ-zek, vagy amikor hallgatom, amikor olyan jó-rosszul játsszák. Itt vagyunk valahol a Acid Party-be a 9-es szám. Nagyon ritkán DJ-zem, és akkor azt szeretem nagyon, mert hogy bennem van a bugi, és most ki fog jönni, remélem. Olyan 20-21 néhány évesek voltunk, akkor nagyon érdekelt minden, ami kicsit, hát ez drogokkal függ össze, de minket nem a kokain, meg ezek a jóléti drogok érdekeltek, hanem az ilyen látomást okozó szerek, a gombák, meg az LSD, meg ilyesmi, és azzal kísérletezgettünk, illetve magával a pszichedelikus zenével, ami a zenével való foglalkozás ma is megmaradt, csak most már nem szedek pszichedelikumokat. De azok a dolgok, amik akkor érdekeltek, azok hatással voltak rám, és valahogy belém épültek ezek a látomásos képek. És valószínűleg visszajön még a mai munkáimból, mind zenébe, mind ilyen vizuális dolgaimba is. A karbonszámok egyébként nagyon szomorúak, nyilván amiket én írtam. Ilyen keser, édesen szomorúak a legtöbb. Nem akarok úgy beszélni, mint egy ilyen szépségkirálynő, ahogy hívják, hogy a global warming, meg a mit tudom én. Egyszerűen sok minden bántja az embert, már attól, hogy kimegy az utcára. És még ez is nagyon, hogy mondjam, nem fedi az igazságot, hogy bánt. Egyszerűen taszít, úgy mondom. Tehát én nem vagyok egy politikai aktivista se, aki rázza az öklét, hogy ez bánt meg itt fáj, hanem hogyha valószínűleg én mindig is ilyen voltam, ha bántott valami, akkor elvonultam, és akkor valahogy magamban megemésztettem. És most itt a kis művészetembe, vagy a zenébe, vagy a filmjeimbe valószínűleg ki tudom ezt élni, vagy egy az, hogy megmenekülök tőle, de valószínűleg átjön oda abba a világba is, és ott is érezni. Bajusz, az sose tudtam, hogy sose volt bajszom, és most kitaláltam, hogy megnöveztem, és rájöttem, hogy ez tök jó érzés, ez a mozdulat. Nem véletlenül Hári János, meg ilyesmi. Ők is tudták ezt nagyon, meg akár a nagy gondolkodunk, Deák Ferenc is szerintem, ő is pödörgette a bajszát, hát móka. Még mindig bennem megvan szerintem a tűz, meg az egészhez a kellő hozzáállás. Igazából úgy veszem észre, hogy akkor fenn vagyok a színpadon, az kb. 5-10 másodpercnek tűnik. Az előkészületek, meg az utazás, meg ilyesmi, az egyre hosszabb. Ezeket a régi házakat szerettem, az újabb építésűeket, amik ilyen alacsonyak és ilyen zajosak, meg mit tudom, azokat nem szeretem. Itt lakik az anyukám, másik utcában, itt van egy csomó ismerős haver. A kertes ház maga az egy kicsit néha elgondolkoztat, hogy talán jobb lenne ott, de amúgy rózsadombra, vagy ilyen menőhelyekre biztos, hogy nem vágyom.
És akkor ez a rész, ez mi? Mire? Beszélünk a szintikről, hogy elmegyek vásárolni szintiket. Ja, és akkor szervus. Elmondott. Kell neki egy klokk, ezt meg az RFO fogja adni. Ja. De van ez a wave-shape-es verzió. És valamiért még nem szólul. Ez pedig ide. Ez a rezonansz, itt fog sikoltozni, ha? Ezen ilyen orosz betűk vannak, azért, mert létezik egy legendás orosz szintetizátor, a Polyvox, az nekem van otthon még rendes vasba, 200 kg az egész, és ilyen ipari gombok vannak rajta, és úgy szól az egész, mintha ilyen ipari árammal menne. És ezt egy orosz bácsi tervezte az Uralba, még a 80-as évek elején, egy ilyen katonai hadigyárba dolgozott ő, a Kuzmin, Vladimir Kuzmin. Semmi információja nem volt a szintetizátorokról, csak jöttek Moszkvából a zenekarok a művelődési házba, és állítólag, amikor a zenekar elment csajozni, éjszaka ott hagyták a hangszereket, és ő meg éjszaka belopozott és szétszette. Ez a legendája, és ez egy ilyen kultikus dolog igazából. Úgy hívják ezt a filtert, hogy Killer. Ha tetszett a videó, iratkozz fel itt!